Halál után a lélek kristállyá változik, lehagyja tenger lének sóháborgásait, kijár a jóslatoknak a meghazudtolás, nem jő sem ez, sem az, csak kristályüvegpalást. Kristályüvegpalástban a lélek újra kő, a túlon túli másban formáját fellelő. Ha baj mi volt, megrázta rovátkás erezet, s az elkéklő barázda a jól hurcolt kereszt, a lét viselt keresztje, szüléje vádoló dühének sűrű gesztje, a felgyémántoló érzékeny granulákban. A kín, a diorit, tetten értén a pártban, itt sújtatott porig, itt átpillog telérén a csorbult akarat, csodálkozás a vérén a megfojt kvarc alatt. Kik egy holtágban éltek, egymást körülközik. Ha gőgös volt a lélek, az itt a markazit. Jegyzi lelkes maragdja, epés volt, keserű, de lápisszá maradva maga volt a derű. Az első nagy üvegség még folytó, szüntető, de áldja által estét, s megérti újra kő. A kő üvegkristálya tüzét már úgy veti, a prizma által járja s törése kőzeti. Ametiszt a gyanakvó, krizoberil a vad, a léhácska a napkő, az örök áldozat. Gyűrődnek, ülepednek prédák és orozók, lápiszlazuli medrek akvamarinja zúg, a kőmerev merengés átlókkal szabdaló homája megdereng, és már mind magánvaló. A kristálytérbe térve, ha elnehezedett, zárvány az ömledékbe titkával erezett, leszálló mágnes élet delejtű álomig. Lapok villognak, élek, alá a tárna éjnek. Halál után a lélek kristállyá változik. 1914-ben születtem, és azért kereszteltek Győzőnek, mert annak idején igen sok gyereket Győzőnek kereszteltek a háború győzelem reményében. Folyton firkáltam 14 éves koromtól kezdve, az, hogy világéletemben a bölcselet érdekel, első eszmélkedésemtől fogva, 20 éves koromtól kezdve rengeteg filozófust olvastam, felfaltam a nyelveket, mert ezekhez másképp hozzáférni nem lehetett, felfaltam a latin leány nyelveket, az angolt, és hát ugye, ami még kellett, spanyol, portugál. Hát németül tudtam, elég hamar megtanultam. Noha édesapám kétnyelvű német volt, erdélyi szász, de tőle nem tanultam semmit, nem tudtam németül, azt is tanulni kellett. Rengeteg filozófiát olvastam és jegyzeteltem. Száját se tudta tartani, meg a szabadságvágyát is kiírta. Ezért a háború alatt vésztörvényszék elé állítják, míg a halálos ítélet is körülötte lebegett, és mások egy ilyen múlttal a ostrom után ragyogó karriert is be tudtak futni. Ő ott is tönkretette az életét, mert az új holdhoz csatlakozott, az európai iskolához csatlakozott, és szabadon akart írni.